napi szintű helyzetek megoldására és a hosszú távú közbiztonsági stratégia kialakulása érdekében ma megalakult a Város Közbiztonsági Fóruma. Az önkormányzat, a hatósági szereplők és a közbiztonsági kérdésekben érintett szervezetek vezetői legalább negyedévente tartják majd meg üléseiket. Június 11-én hivatalosan is bezárta a 126. évadát a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház társulata. Bár az elmúlt évadot számos akadály nehezítette, a fizető nézők száma ezúttal is átlépte a 100 000-es határt. Sokan részt vettek Kecskeméten is a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom Emeljünk fel minél több gyermeket című rendezvényén. A kézilabdával, a jégkoronggal, a floorballal, az asztali tenisszel és terápiás kutyákkal is ismerkedhettek a gyerekek szombaton a Műkertvárosi Sportcentrumban rendezett sportkóstolgató rendezvényen.